Hoztuk a túrót, tejfölt, kakaót. Önkéntesek vásároltak be az időseknek Szekszárdon, hogy nekik ne kelljen elhagyniuk az otthonaikat még tavasszal, a koronavírus első hullámának idején. Most újra fel kell állítani ezt a rendszert, ugyanúgy, mint a tavasszal már jól vizsgázott intézkedésekre is ismét szükség lesz. Erről a város polgármestere a Rádió 1 műsorában beszélt. Ács Rezső múlt hét óta a törvény által előírtaknak megfelelően újból közgyűlési hatáskörben jár el, hasonlóan, mint a járvány első hullámának idején. A polgármester és a hivatal munkatársai pedig már elkezdték megszervezni a vírussal kapcsolatos legfontosabb teendőket. Lesznek olyan lépések, amik már ismertek, tavasszal is így voltak. Munkacsoportok felállnak, ugyanúgy, ahogy tavasszal volt ez, megszervezzük az étkeztetést, kiszállítást, ingyenes parkolás lesz, mint ahogy országosan elrendeltek. Ács Rezső az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján arról is beszélt, hogy a védekezés mellett a következő időszak a hónapokkal ezelőtt megakadt fejlesztések felgyorsításáról és újbóli beindításáról szól majd. Például mondjuk az Allende utcai orvosi rendelő ügye, vagy éppen egyéb szőlőegyi óvoda ügy, vagy bölcsőde ügye, vagy a ügyeleti központnak a beruházása, felgyorsulnának, és a pandémia alatt egy részükbe is fejeződnek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok elvesztegetett lehetőségeit most be is kellene hozni. Tehát amellett, hogy a városban a működőképességet fent kell tartani, amellett meg kell gyorsítani beruházásokat. Ács Rezső azt mondja, a döntéseket a törvénynek megfelelően ő maga hozza majd meg, de előtte minden esetben kikéri a közgyűlés bizottságainak véleményét is.